a próba. Novella. Mi a fenének van erre szükség? Morogta Rubner, az osztálycsapat balszésője félhangosan, amikor a tanulási szünetben kivezényeltek minden osztályt. A szűk lépcsőházban vidatja, a rektor tartotta szemmel a dübörgő bandát, és döngve ömlött ki a rengeteg diák, a templom, a tornaterem és az ebédlő határolta poros udvarra. Magasság szerint sorakozó, igazodj? Hajós is morgott, kit érdekel, hogy ebben az évben a gimnáziumot is meghívták a városba a május elsőjei felvonulásra. A fiúknak a város a délutáni kimenőt jelentette, a lányokat a Dunaparti sétányon akik abban az időben igyekeztek hazafelé a Tinti Gimnáziumból, mert úgy érezték, hiába látták az osztályteremből és a hálóból az utcákat, hát ha megpillanthatnak valakit, akihez serdülő vágyaikat és álmaikat köthetik, ők mégiscsak a bentiek voltak, a koleszosok. Közösen kivonulni meg? husvétkor a bazilikából hazafelé tartottak, amikor egy férfi a Lőrinc utca sarkán odaszólt nekik, a csuhások vagytok, és feléjük köpött egyet. Valamennyi elért belőle hajós, elérte belőle hajós ruháját. Az undortól nem mert oda nézni, még kevésbé, hogy a kezével letörölje. Emelt fel a fejed, fiam, hallott a hajós trappolás közben az osztályfőnök antalatja hangját. Keringett köröttük a por, emeld a lábad, kanyarodásnál a belső rövidebben, a külső hosszabban lép. Már egy hete gyakoroltak, már egy hete verték a port, már egy hete, egyszerre indulj, húzd ki magad. De mégis összeakadtak a lábak. Antalatja ájtintett, drótkeretes, kerek szemüvegével, csontos szikár tekintetét Strici úrra függesztette. Fiam, mi a te édesapád foglalkozása? Asztalos, atya kérem. Becsüld meg a munkáját a lépteiddel. Szent József is asztalos volt, és mi most munkás Szent József ünnepére készülünk. Hajóshoz fordult, és a tiéd meghalt. Hajós érezte, amint a kar körbeöleli a fejét, arcán végiglibbent a barna habitus klauzúra illata. Akkor te még szebben lépj. A vörös drapériát enyhén lengette a szél a Széchenyi téren. Sütött a nap, Istenem, milyen jó! Mártotta hajós arcát a fénybe, a Kossuth Lajos utcáról, akkor kanyarodtak be az emelvény felé, a mellette lépdelő Blázira pillantott, éppen hogy összeért a válluk. Blázi nyújtotta a lépteit, ő meg rövidítette, mintha összenőttek volna, egyszerre fordultak, érezte háta mögött kipek, meg Janó ugyanígy. Jó srácok voltak, jó srácok bizony. Éjjel május eseje! a szocializmus győzelmének hirdetője. Bugyborékolta a megafon, a tér tele volt emberekkel, hajós arra gondolt, talán megpillanthatja Ildit, aki ugyancsak ott vonul valahol az ő városi gimnáziumi osztályával, és biztosan az eszterházi kockás szoknyáját viseli. Ilyen a szocializmus, annak vezető ereje a magyar szocialista munkásvárt. Közeledtek az emelvény. Csak most ne rontsák el. Hajós egyszerre azt érezte, a lépések ritmusára, valahol belül fölfakad egy dallam, pedig nagyon rossz énekes volt. Könnyedén követhető dallam. Belül szól, zeng, szeliden, s már erre jár a lába. Rombol és pusztít, gyűlölet, Hörgött a megafon, éljen és erősödjék a nemzetközi munkásosztály harci egysége. Nem kell ez nékünk, csak szeretet. Éljen korunk diadalmas eszméje a marxizmus-leninizmus. Szent Ferenc lelketetre tüzel, világproletárjai, egyesüljetek. Szebb jobb világot építni fel. Forró testvéri üdvözlet a Szovjetunió kommunistáinak. Célunk a béke, tettünk mindig a jó. Éljen a proletár nemzetköziség harci napja. Isten kezében élni, de jó. Már elhagyták a disztribűnt, de még hangzott. Éljen a megbonthatatlan szovjet és magyar barátság. Erre végig görgött valahonnan a fiúk közül Kvasztics folytott hangján. Éljen a megbonthatatlan szovjet és magyar konzerv. Rászkodott a röhögéstől minden lépés. Fiúk, vezestartással tovább a kollégiumig, hangzott Antalatja hangja. Hajós blázira tekintett, neki is ütemesen emelkedett süllyedt a válla, hátul kipeké meg Janóé ugyancsak, közben összeszorított szájjal mindannyian komoly pofát vágtak. Hajós még a szája szélébe is beleharapott, hogy kibírja. És Észrevette az atya. Trappol tovább aggodalommal, és mégis jókedvűnek érezte magát. És talán még inkább együtt léptek, mint addig. Másnap Antal atya belépett a terembe, végignézett az osztályon, azzal a jól ismert, drótkeretes, kerek szemüvegével, csontos szikár tekintetével. Fiúk, ezt vártam tőletek. Majd a táblához fordult, s felírta az órai anyagot fizikából, a hatás és az ellenhatás tételét.